A Békés Csabai Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium Andrássy Business School néven indította el új innovációját. Mint nem szakgimnázium, a vezetőség fontosnak tartja, hogy a diákoknak bemutassa a gazdasági világot, ismereteket szerezzenek a kereskedelemről, a bankszektorról és az üzleti életről. Ezért egy olyan rendezvénysorozatot alkottak meg, amelyben a megye különböző cégeinek vezetői egy újszerű gazdasági betekintést nyújtanak a diákoknak. Még szeptember folyamán találtuk ki Kársa István ügyvezető igazgatóval, hogy annak ellenére, hogy egy klasszikus gimnázium vagyunk, úgy gondoljuk, és ezt intézményvezetőként rendkívüli módon támogatom minden olyan felvetést, ami picit a tantárgyak, a klasszikus tantárgyak mellett a gyerekeknek a spektrumát, a történeti helyérzékét egy picit javítja. Én úgy gondolom, hogy miután nem vagyunk szakgimnázium, Békés Csaba megye jogúváros, illetve Békés megye első számú vállalkozásainak a vezetőivel, cégeinek a vezetőivel, nagyobb munkáltatóival, nekünk tudni kell együttműködni konstruktívan, úgyis a gazdasági élet, a gazdaságnak a szférája, az üzletnek a világa, az nagyon fontos információkat tartogathat a gimnazista gyerekeknek is, ahhoz, hogy a feladatokat megtalálják, és az önmegismerésük még hatékonyabb legyen itt a gimnáziumban. A rendezvény első előadását a Békés Csabai gyártócég európai piacai lehetősége és korlátai címmel Kársa István Zoltán, a megye legnagyobb csomagolóanyag gyártócég igazgatója tartotta meg. Prezentáció segítségével szemléltette a diákoknak, hogy a gyártás során milyen szempontok alapján kell dolgozniuk, milyen kihívásokkal kell szembenézniük, de a piac izgalmairól is szó esett. Az én előadásomnak az lesz a célja, hogy a gyártócégnek a működését bemutassam. Ez nyilván egy olyan cég lesz, amit nagyon jól ismerek, ez a Marcek csoportnak a két magyarországi gyára, de talán nem ez a fontos, hogy most itt a Marcek lesz bemutatva, vagy másik cég, hanem az, hogy a gyártócégek hogy működnek. Az utána jövő következő alkalommal tervezett prezentációnak egy szolgáltatóközpont lesz a fő fókusza, hogy egy szolgáltatóközpont hogy működik, és utána pedig a részterületeket fogjuk bemutatni. Az iskola igazgatója elmondta, hogy nem rejtik véka alá, előadás sorozatuknak fontos célja van, szeretnék, hogy a diákok lássák a munkalehetőségeket a városban, ahol tanulnak. Nem titkolt célunk a lokalitás erősítése. Tehát a gyerekek felé tárni egy olyan gondolatiságot, hogy Budapest mellett, nagyobb megyejogú városok mellett, Békés Csabán is megtalálhatja mindenki a számítását, hogyha az a tehetség, ami benne van, az minőségi munkával és tenni akarással és minőségi munkakultúrával ötvözi. Tehát a lokalitásnak az erősítése és a célja ennek az innovációnak. A rendezvény sorozat leginkább a 11. osztályos tanulókat érinti, hiszen ők azok, akik pályaválasztását segítheti ez az innováció. Az iskolában egészen május végig hallgathatnak meg a témában előadásokat a diákok.